Ez az épület hajdanán kenyérgyárként funkcionált Tamásiban. Aztán megszűnt működni, és mielőtt végérvényesen az enyészeté lett volna, a város vezetősége úgy döntött, a szétszórtan és állandó helyproblémával küzdő egyesületek számára otthon teremt a házból. Már 3-4 évvel ezelőtt kezdtük a polgármester úrral és a képviselőkkel gondolkozni azon, hogy kellene egy sportok háza, ami összeszedi a sportegyesületeket, illetve egy központot ad a sportoknak. És egy önkormányzati beruházás révén alakult úgy, hogy a pandémia előtt meg tudtuk nyitni a sportokházát, így végre a súlyemelők is fix helyet kaptak, egy európai szintű felkészülő termet, illetve egy otthont kaptak maguknak, és több sportegyesületünket is be tudott ide költözni a sportokházába. Cseresznyi és Balázs nem véletlenül emlegette a súlyemelőket, akik regionális utánpótlás központként működnek ma már, de éveken át vándoroltak, és hányottatott sorsuk közepette is hozták az eredményeket. A sportokháza miután megvalósult, hát jelentősen javultak az edzés körülmények, illetve olyan minőségi és edzés lehetőségeket kaptak a gyerekek, a gyerkőcök, hogy ez nagyon segíti a szakmai munkát. A gyerekek biztonságos körülmények között tudnak felkészülni. Minden feltétel adott ahhoz, hogy egy eredményes szakosztályt, egyesületet működtessünk. Nagyon jók a körülmények, és ebben ez a létesítmény nagyban hozzájárult. A sportokháza igazgatója azt mondja, a város lakói hamar belakták volna az intézményt, ám a Covid ezt lehetetlenné tette. Az újranyitást követően azonban már most látszik, újabb jelentkezők is vannak a különböző terek hasznosítására. Az idén, amióta nyitva tudunk lenni, azóta gyönyörűen működünk, látogatják az intézményt nagy a városban a kereslet erre. Ez egy nagyon nagy hiánypótlása a városnak és a környéknek is. Új szolgáltatások is vannak a házban, most indult a konditerem. Gyakorlatilag folyamatosan bővül a látogatók köre. A játszóház szintén a környékben 40-50 kilométeres körzetben volt csak. Az eredeti alapötlet az az volt, hogy amíg apa-anya elmegy sportol a házban, addig a gyereket le tudják tenni. Gyakorlatilag ez most már kinőtte magát olyan szinten, hogy születésnapok, névnapok, kis partik vannak, óvodás csoportok jönnek, táborozók vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon sok szülő örül, főleg itt a nyári szezonban, amikor ugye a gyerekek elhelyezése nem egyszerű. Hála Istennek természetesen van további koncepció. Ugye, hogy mondtam, több sportegyesület és sportágat üzemeltetünk Tamásiban, és mindig próbáljuk fejleszteni a sport létesítményeinket. A hátsó füves részt még ott próbálunk majd még jobban hasznosítani, illetve ha lesznek új igények sportegyesületek részéről, akkor őket is próbáljuk elhelyezni. Ha kell, akkor fejlesztjük tovább az épületet. Akár egy gyógyászati, akár szabadidős funkciókat belevinni, tehát itt most megvan még a lehetőség rá, még nem lett kiépítve például a szauna, a szolárium, ilyenekre gondolunk, illetve gyógyászati eszközök beszerzésére, illetve szolgáltatások bővítésére. Folyamatosan érkeznek új megkeresések, kapok új telefonokat. A minap például két pszichológus nézett meg egy termet, és nagyon-nagyon örültek neki, hogy van lehetőség arra, hogy itt zárt csoportokban foglalkozásokat tartsanak. A sportokháza egy olyan gyűjtőközponttal fejlődött, ahol a város összes egyesülete képviselteti magát. És ez sok tekintetben ad majd lehetőségeket az együttműködésre, a közös koncepciók kialakítására, mely csak előre viszi majd Tamási város versenysportjának életét, az utánpótlás nevelésügyét és a szabadidős tevékenységek megszervezésének lehetőségeit.